No, kezdjük! No, akkor egy rövid magyarázat. A hátul ülőknek tartozom azzal, hogy én azt hittem, hogy ha ebbe beszélek, ebbe a mikrofonba, akkor ez hátulra is szól. Kiderül, hogy ez a mikrofon nem erre való. Ez valamelyik ilyen masinához való. Úgyhogy innentől kezdve, ha üvöltözöm, az nem azt jelenti, hogy haragszom. Nem is az, hogy erőszakoskodom, hanem szeretném, hogy hátul is hallják. Van egy másik orvosság a dolognak, ha előre ülünk, de hát szabad emberek szabadon döntenek a hátulsó kis popsiuk elhelyezését illetve. No, hát akkor... Nagyon gyorsan én most csak végig szaladok ezen, mert azért szeretném, ha tovább is tudnánk menni. Tehát minden esetre ezzel a figurával végeztünk, és ha itt most nagyon szép sötétben, nagyon jó kivetítővel látnánk, látjuk egy ilyen árnyékszerű valaki, mint hogy leválna róla. Tehát ott van, egész biztosan ott van. Na most ilyen figurák, akik vannak is, nincsenek is, foghatatlanok, pedig mégis jelen vannak, ezek egyetlen tulajdonságot jelenthetnek az év körön belül. Melyik az? Bizonytő természetesen. Tehát van és nincs is. Tehát nincs fogható minősége, egy energia csomagként van jelen. Na most ezzel már gyakorlatilag majdnem kész vagyunk. Őket, őt meg őt kellene még megbeszélnünk. Na most hát a kettős, ez a síró nő és általában egy idős nő kisgyerekkel. Ez általában a halaknak a megjelenítője. Ha még sír is, akkor tudom, hogy itt a halak bizonytővel együtt jelenik meg. Hát ez egy nagyon fontos tétel, tehát a halak nem önállóan jelenik meg, hanem mindig a bizonytővel átmosott állapotban. Ez egy külön téma, de ezzel inkább holnap foglalkoznánk. Tudnék, ez megint visszatérő jelenség. Tehát ne az elsőnél beszéljünk meg mindent, hanem vegyük észre, hogy akkor megint megjelenik ugyanígy, ugyanebben a formában. Tehát ez a halak, és akkor már csak ketten vannak. Na most ezt a mozdulatot, majd holnap látni fogjuk, ő nagyon próbálgatja. Tehát vannak korábbi festményei is. Tehát ez a betyár, aki így az asztalra, hát ugye a könyökét így letámasztja, tehát visszahajlik, ez pedig úgy leejti, általában, hogy lecsapja. Na most ez minek a jele? Ha én megmutatom, hogy ez az előtte lévő, utána ez behúzódik, ez kivágódik. Oroszlán. Oroszlán. Ez teljesen egyértelmű. Tehát az energiát egyszerűen kiárasztja. Tehát ez még a ráké volt, és utána ez visszahúzódik, ez pedig kiválasztja. Tehát az oroszlán mindig adni akar valamit. Tehát ez a világi uralkodónak a helyszíne az évkörben, vagy téridőszíne. Most ez azért fontos, mert erre az energiára a környezetnek már nem mindig van, és nem ilyen mértékben szüksége. Tehát gondoljunk, ez a kánikula hava. Hát ki a fenének van már szüksége ekkora energiaáradásra? Hát már a fű kiszárad, az emberek árnyékba vonulnak, tehát már elindul egy olyan fajta uralkodói gesztus, hát ami már a zsarnokság felé vezet. És azért gondoljuk el, hogy az oroszlán kiknek a királya? Állatoknak. Állatoknak. Tehát ő a világi uralkodó, aki a bennünk lévő állat fölött uralkodik. Vigyázzat! A szakrális uralkodó az nem ő. Ki a szakrális uralkodó? Hát ezt is esett már szó róla. Hát az a nyilas természetes, hát az a Jupiternek, hát a teremtő minőségnek a fehér otthona, a világos otthona. Hát hol lehetne máshol? Egész más szabályok vannak a szakrális uralkodóra, mint a világira. Na most ez a világi uralkodónak a megfelelője. Na most miért lehet az, hogy ez egy betyár képviseli? Miért? Mert a király nem képviseli. Nem tudom, érthető. Tehát ne felejtsük el, hogy a magyar népművészetnek minden ágában, tehát a szövegesben is, a költészetben, meg hát a festészeti részben, tehát ami a tükrösökön, vagy elsősorban a tükrösökön megjelenik, hát ott a betyár az királyi szerepben jelenik meg. Miért? Hát mert mit csinál a király, a világi uralkodó, ha méltó a feladatára? Ahol látja, hogy méltatlannál van a vagyon, onnan elveszi.
és ahol látja, hogy valaki hajnaltól estig dolgozik, és mégis nyomorog oda, át is csoportosítja. Ez a feladata. Ez a világi uralkodó. Na most, ha ezt nem csinálja a világi uralkodó, megcsinálja a betyár. Na de nem kapsz a betyár, vigyázzat. Hát pontosan ismerjük a történetüket. Tehát ezen belül a legmagasabb szint, amit akit állandóan ábrázolnak is, hát ez Sobri Jóska. Én nem azért mondom, de Sobri Jóskának mi volt az eredeti neve? Pap József, egy P-vel. Így van, nem tehetek róla. Nagyon büszke is vagyok rá. Pedig dunántúli volt, dunántúliak általában két P-vel írják. És a alföldiek, a tiszántúliak írják egy P-vel. De ebből ki lehet találni, hogy az én családom hova való. Hát nem a Dunántúra. Na, ennyit erről. Tehát lényeg az, hogy de egy valamikor még itt is egy volt. Ha valakit nagyon izgat egyébként, hogy miért lett a kis névből mindig kétes, miért lett a Tóthból mindig Tóth TH-val, miért lett a Papból mindig két P? Nem tudom, van-e rá tipjük. Ha valaki tudja, az tényleg nyugodtan menjen haza. Annak én már újat nem tudok mondani. Én olyan valakitől tudom, aki, hát hogy mondjam, szóval biztos, hogy tudta. Egész biztos, hogy tudta. Azért, mert három betűs, az csak egy bizonyos vallás felekezeten belül lehet. De én nem ahhoz tartozom. Ennyit erre. És ez fix. Tehát ha megnézzük, hogy például egypés papok, azok jelenleg, hát igencsak ahhoz a vallás felekezethez tartani. Engem is néztek már nagyon, megköszöntem. Valamivel több lett a bérem, de egyébként semmi már változás bennem már nem. Tehát nem, semmi ebben nem, ennyi van. Tehát ezt csak azért mondom, hogy nem árt, ha bizonyos dolgokat tudna. Én a lehető legbiztosabb forrásból tudom. Tehát ez nem olyan dolog, hogy na, mesélnek róla, meg csúnya antiszemitizmus. Mi van ebben antiszemitizmus? Ez van. Kész, ennyit erről. Na, tehát lényeg az, hogy ez a betyárnak a szerepe a magyar művelődés történetben egészen kivételes. Tehát azt jelenti, hogy egy olyan hosszú korszak, ami Mátyás halálától kezdve máig tart, valószínűleg még holnapig is fog tartani, nem baj, túléljük. A lényeg az, hogy nincs magyar király. Tehát, de hát a Habsburgok, egyik sem magyar volt. Semmi. De nem bűnük, nem voltak magyarok, ennyit erről. Tehát a helyzet az, hogy meg se tanultak magyarul. Amikor már elmúlt a hatalmuk, akkor már kezdett magyarul tanulni. Ugye Ottókám nagyon kedvesen tanulgatott magyarul, de ugyanolyan kedvesen mondta, kedves ha-ha átjaim, kedves, semmi, ennek semmi alapja nem volt, hogy ennyit szeretne bennünket. Semmi. Semmi. Ezzel úgy legalábbis a fiacskájának itt megágyazott, elég szép nagy ágya van. Tehát mindesetre, tehát mi szívünket nem van nehéz megnyerni. Hát egy magyar szívet megnyerek, akkor két mondatot már magyarul mondok. Nem tudom, érthető. És ne szégyeljük ezt, ilyenek vagyunk, kész, ennyit erről. De nehogy már elkezdjük szégyelni magunkat. Igen, meg lehet venni a szívünket. Ez valamikor már nagyon nagy előnye lesz a magyarnak. Nagyon nagy előnye, mert ez az emberségéhez tartozik. De hát most egyelőre szenvedünk miatta, ennyit erről. De hát mindegy, semmilyen nem tart az örökkévet. De megpróbáltatások idejét éljük, ennyit erről. Megpróbáltatásban úgy kell élni. Na, tehát lényeg az, hogy ennek a szerepe, ez végig a királyi szerep. Ezt kóstolgatta a korábbi változatokban is, hogy a mozdulat hogy lehet igazán meggyőző, tudni, ennek elvileg ilyennek kéne lenni. És ebben általában mindig van valami. Tehát a népművészeti ábrákban mindig valami. Miért? Mert mindenáron adni akar. Tehát erre szokták mondani enyhén tréfálkozva, hogy az oroszlán azt arról lehet felismerni, hogy a vakbácsit akkor is át akarja vezetni az úton, az nem akar átmenni. Tehát minden áron jót akar tenni, és nincs tekintettel arra, hogy az tényleg jót tesz-e, vagy nem. Ő megteszi a jót. Tehát mindesetre okádja a hőséget, meg a vele járó összes megpróbált, pedig csupa jó szándékkal. Na most, egyetlen figuránk van, és az is nagyon lényeges, hogy nem szakrális, nem tudom, érzékeljük-e. Szakralitásnak elvileg itt volna a helye. Az a kezdi, hogy lesepél az asztalról. Más kérdés, hogy ami ebben a
könyvben van, és amit kínálnak neki, annak a felénk fordított arca, tehát a tanításnak a felénk fordított arca az milyen? Fekete. Fekete. Na most ez a jelzés, ez Csontvárinál is előjön, mégpedig a marokkói tanító, tehát az utolsó olyan képén, ami egyértelműen egyfajta önarcképi ihletésű. Tehát az, hogy vigyázzatok gyerekek, ami felétek, amit számotokra mondanak az igéből, fekete. Pedig a belseje fehér. És ha nem tudod a fehérig eljuttatni magadat, akkor az orrodnál fogva vezetnek, azt fogják mondani, hogy keresztény, pedig nem az. Nem tudom, értető. Jelenleg keresztény Európát építünk. Ki az, aki ennek egy pillanatra is beúrik? Judeo keresztény. Amiben ennyi a judeo, ennyi a keresztény. Nem tudom, értető. És ez így igaz. Már nem az, hogy ez az igazi, hanem az, hogy tényleg ezt építetik velünk. Tehát ez teljesen egyértelmű, mert ez a jeleit naponta tapasztaljuk. Tehát azt jelenti, hogy megvan a kerítés, persze a földön, de a levegőben nincsen. És ott jönnek a repülőgéppel, de jönnek ám. Tehát teljes városrészek vannak már Pesten. Kiépítve. És hát vidéken is, külön települések. Tehát ne, most nehogy már ezen, most elkezdjünk már megint antiszemitálni. Semmi, ebben a világban élünk, kész, ennyit erről. Itt kell megmaradni embernek és magyarnak. Könnyű? Nem könnyű. Nem könnyű. El kell dönteni. A megpróbáltatás pontosan arra való. Ez egy akadályfutás most. Hát akadály van bőven. Na ennyit erről. Tehát akkor most már csak egy figuránk van, ugye ez a figura. És ez, egy, ez volt legnehezebbnek kell, amúgy is. Megtalál. Miért? Hát mert ez a kos kellene, hogy legyen. Na de hát a kosnak ez a mozdulata. És így is jelenik meg. Munkát csinál is. Többször is. Hát ezt majd ráismerünk holnap. De lehet, hogy még ma. És mit látunk? Feje tetején áll a világ. Nem tudom, emlékszünk-e még. Lába. Teljesen. Hát ez, mi így nem állunk. Tehát, szóval nincs az angol kóros gyerek, aki így kezd el mozogni. De, és ez vissza fog térni, tehát vigyázz, megint egy visszatérő figura. Tehát az a helyzet, hogy sajnos a jövőnk e pillanatban nem felfelé tárul, hanem lefelé. És ez azt jelenti, hogy a kós az a feltámadás, ha van, ne felejtsük el. Tavaszi napi egyenlőséggel indul, ehhez képest számoljuk a húsvétot. Tehát most nem feltámadásban van a magyar, hanem letámadásban. Nem tudom, érthető. Tökéletesen érthető. És hát persze, erről van szó. Erről van szó. Tehát olyan dolgot hoz össze, csak amiket eddig elmondtam. Hát ez egy semmi volt, kicsit rákcsáltuk a témát. Annyit, hogy az ember ugye elképzel, 1869. Egy szó szerint végzetes dátum előtt vagyunk egy évvel. Ez a 70-es, ezt megbeszéltük. Tudjuk, ez a 70-es, ez nem német-francia ügy, bocsánat. Ez Trianonhoz is elvezet. Mert az ürügy az volt, hogy a német az a csúnya gyerek, de nem őt tették tönkre elsősorban, hanem a magyar. Nekünk semmi közünk nem volt ehhez. Soha a magyar önmagát nem tekintette választott népnek. Tehát fel sem merült, hogy akkor nem a zsidó, hanem a magyar. Tehát ilyen ökörséget, én ugyan hallottam ilyet, de nagyon letorkoltam az életet, csak nagyon idióta fogalmazott ilyet. Semmi. Hát mi nem azért vagyunk, hogy más ellen legyünk magyarok, hanem hogy másért legyünk magyarok. Azért, hogy amit tudunk, azt tovább tudjuk adni. Ez a feladat. Hát annyit kapunk szellemi értelemben, a nyilason keresztül a tejút erők jönnek, ne felejtsük el. Hát egyenes úton a nyilason keresztül a tejút kellős közepébe jutunk. Tehát amit mi onnan kapunk, az nekünk sok. Azt már adnánk tovább. Csak nem erőszakkal. Nem tudom, érted? Mert az az oroszlánnak lenne a feladat, nem a mi feladatunk. Tehát ez a szakrális királyság nagy különbsége a világi királysága. Na de ő a világi királynak a képviselője. Tehát ő tényleg az oroszlán tulajdonság. Miért? Mert annak volt 1869-ben a legnagyobb hiánya. És bármilyen furcsán hangzik, még ma is. Miért? Mert a szakrális király lehet, hogy itt van ebben a társaságban. Nem tudom, értető. Tehát nem mutogatja magát. Tehát nem villog. Hát a szakrális király tulajdonsága az jelen van a magyarságban. És ha én fölismerném itt, én nem tenném közé. Miért? Nem biztos, hogy itt csak magyarok ülnek. Nem tudom, értetően. A kasza az meg megy. Megy derekosan.
Tehát nem feltétlenül kell tudni. Az a szakrális király, az jelen van. Tehát egy nagyon-nagyon fontos tételről van szó. Itt azt kell, akinek a feladata az egészen konkrét, az pedig a világi uralkodó. És az igenis kell gyakorolni. Nem létezik, hogy az utolsó falatot kieszik a szánkból, az utolsó fillért kilopják a zsebünkből, ennek meg kell találni az ellenszerét. És ez világi uralkodó feladat. Ez nem a szakrális uralkodó feladat. Nem tudom hallani, amiket mondok hátul. Valamelyest lehet hallani? Mert itt még, hát esetleg a zongorára föl lehet ülni. Na most, ígérem, közben nem fogok játszani. Na most, ez követhető volt eddig? Még egyet mindig el szoktam mondani, de hát most is elmondom. Én nem azt kérem, hogy értsünk egyet, hanem hogy próbálják megérteni, amit mondok. Tehát ezért kérdezek rá mindig, hogy érthető. Nem azt kérdezem, hogy egyet értenek. Mindenki őrizze meg a saját véleményét. Semmi eszem ágában így rángatni senkit se az üdvösség felé. Lehet, hogy neki más útja vezet oda. Csak én egyet kérnék, ha bármilyen téma felé közeledünk, azt hiszem ezt még nem beszéltük meg itt. Ma biztos nem, csak régebben sem. Hogy mindig négy lépcsős a közelítés a témákhoz, ha a téma tényleg fontos. A témát nem én találtam ki, tehát valószínűleg fontos. Na most, mi az első? Az első az, hogy megismerni. Második az, hogy megérteni. Harmadik az, hogy megszűrni. És a negyedik az, hogy megélni. Na most, a helyzet az, hogy már mindegyik ellen megvan bennünk a betáplált ilyen ellen akció. Megismerni. Miért? Miért ez? Miért ez? Engem annyi minden, 24 órán ki van töltve. Nem akarom. Nem fér belém több. Nem érdekel. Tehát már eleve nem igyekszik megismerni. Tehát hiába tudja, hogy esetleg lehet font, nem érdekel. Különben is én nekem most, ugye a futballmeccs van este, akkor nem tudom, én unokázom délután, és szóval szépen kitölti a 24 óráját. Na most mondjuk, a barátja, barátnője rábírja, hogy egyszer egy ilyenre jöjjön el. És akkor azt mondja, de tulajdonképpen, hát lehet, hogy nem hülye ez az előadó, hát kicsit az elején úgy tűnt, de hát az tulajdonképpen elfogadható talán. De én nem értem. Csak ez a barátja nem mondja neki, hogy te ide figyelj, rendben van, hogy nekem hazudsz, de magadnak miért hazudsz, te idióta? Nem arról van szó, hogy nem érted, arról van szó, hogy nem akarod érteni. Nem akarod érteni, és nagyon jó, tudom, hogy miért nem akarod érteni, mert ahhoz mindent végig kellene megint gondolni, amit eddig fontosnak tartottál, és lehet, hogy egy csomó mindent át kell rendezned az életedbe. Te meg egy lusta dög vagy. Tehát, és most tényleg nem szépítem a dolgokat, ez valószínűleg a barátnője így mondaná neki. Hát ha jó barátnőt választott. Na most, a harmadik, hogy tudnék, megszűr. Egy előadásnak nem minden mondata szól mindenkihez. Miért nem lehet ezt megérteni? Nem minden mondata. Mert mindenkiben van már valamilyen fogadókészség. Ez lehet egy visszautasító készség is, de bármi, amire rá tudná építeni ezt a megszerzett tudást. Tehát nyilvánvalóan azt kell megszűrni, ami őt tudja tovább építeni. Mert van olyan, amit tényleg nem érthet még meg. Mert az ember akárhogy próbálja nagyon alapozni a mondandóját, nem biztos, hogy hát mindent el tudok mondani, ami aztán ráépíthető. Szűrje ki. Tehát ami építeni tudja, azt hagyja dolgozni. De az egész ez a három semmit nem ér, ha nem éli meg. Tehát eljön ide, szépen szipuzik egy nagyot. Hallott valami ökörsége, de jól éreztük magunkat, szünet különösen tartalmas volt. Tehát akkor nagyon szépen átértem a mai estét. És akkor azt mondja, hát persze, hát csinálom ugyanazt, amit tegnap. Na, ez egész semmit nem ér. Tehát ha nem tudom megélni azt, amit itt hallok, akkor nem, semmi értelme nincs. De hát azt úgyse lehet megélni, ma már ugye nem azt az időt éljük, nem lehet a múltat visszahozni. Nem tudom, ismerjük ezeket. És akkor ilyenkor szoktam én idézni barátunkat, ugye Hintalan Lászlót, talán neve ismerős, aki nagyon-nagyon jó, jókor, nagyon régen megfogalmazta. Nagyon szép, azt mondja, hogy az a kifogásod, ugye, hogy a múltat nem lehet visszahozni. Na most figyelj ide, ha egy kisgyerek eltéved, és én hazavezetem, azzal a múltat hoztam vissza? Ha egy folyó
beszennyeződött, és én kitisztítom, azzal a múltat hoztam vissza? Ha mi most összeveszünk, és utána kibékülünk, azzal a múltat hoztunk vissza? Ennyit erről. De nehogy már elfogadjunk ilyen ócska, rossz álérveket. Nem igaz. Mi nem a múltat hozzunk vissza, hanem a múltból a tanulságokat a jövő számára. Ennyit erről. És nagyon fontos, hogy amikor mondjuk a költészetben megfogalmazott útmutatásokat jelenleg tanítják, akkor tessék majd megfigyelni, hogy miket emelnek ki belőle, és miket hagynak ki. Tehát széltébe hosszába idézik és szavaltatják ugye Kölcseinek a Huszt című epigrammáját. És annak melyik részét különösen? Nem. Messze jövendővel komolyan ves összve. Nincs jelentősége. Tehát messze jövendővel jelenkor. És még előtte azt is azt elmondja, hogy régi kor árnya felé visszamerengni mit ér. Miért az árnya felé merengsz, te idióta? Miért nem a fényei felé? Mert azt tudnád továbbvinni a jövőbe. Hogy képzeled te, hogy a jövőről bármit tudsz mondani, ha csak a jelenből indulsz ki? Semmit nem tudsz róla mondani. Na most őt még lehet menni, félszemű volt. Tudjuk, a félszemű ember síklátású. Egy sikon látta a világot. És nagyon ment neki a síránkozás. Egyébként rendkívül fontos volt a tevékenysége, tehát minden tekintetben, nem csak a himnusz miatt, egyébként is, ügyvédi tevékenység is. De ebben a tekintetben rossz tippet adott. Miért nem lehet ezt kimondani? Kifejezetten káros, rossz. Tehát messze jövendővel én akkor tudok bármit tenni, ha kellő mélységig ismerem a múltamat, mert onnan hozom a tanulságokat, onnan hozom azt, hogy mit rontottam el, mit nem szabad még egyszer elrontani, mit csinálok jól, azt kellene a tovább is csinálnom. Tehát honnan tudom? Hát még azt se tudod, hogy milyen fertőzést hoztál magaddal a családból. Hogy iszákosságot hoztál le magaddal, vagy vérbajt hoztál magaddal, vagy mit hoztál magaddal. Hát ez mind a múlthoz tartozik. Tehát hogy képzeled te a jövőt? Tehát aki nekem a jövőmet el akarja venni, mindig a múltammal kezdi. Ezt tessék meg megtanulni egy életre. Soha se a jövővel, de nem is a jelennel. Múlttal. És ha azt akarja, hogy tartósan ne legyen jövőm, akkor nekem egy hamis múltat konstruál, nem rekonstruál, konstruál. Nem tudom, érthető-e. Ezt nevezzük finnugor őstörténetnek. És ha én abból indulok el, és a jelenben dobbantok, akkor én nem az előre elkészített jövőbe, hanem a betonra esek, és összetöröm magam. De hát ezt akarja. Hát miért nem lehet ezt fölismerni? Mi az akadálya? Tehát ez nagyon fontos, legalább alapkérdésekben próbáljunk már tisztán látni. Megint azt kell mondjam, valaki nem érte egyet, vagy megtapsolja. Persze, hát bravúrosan csinálják. Hát meg lehet teljesen bravúrosan. Na tehát más se csinálnak. De erre évszázadok óta készülnek. Tehát én néha azt mondom az iskolát, ha én tudnám ennyire profi módon csinálni az építést, mint ők a rombolást, hát akkor nem itt tartanánk. Tehát el lehet ismerni a másiknak is, még ha ellenem dolgozik, akkor is. Mert ezt abszolút profi módon csinálják. Más kérdés, hogy hol tévednek, de azt én nem árulom el. Na, ennyit erről. Tehát akkor ennek az egésznek a felépítését nagyjából most már talán végig tapogattuk. Most mi a nagy kérdés itt? Ki az, aki itt a síralomházban van? Ezt egyébként kezdettől fogva kérdezték. 1869-ben már a párizsi, pontosan már 70-ben, hát még 70 elején, tehát inkább 69-ben, tehát amikor a párizsi szalomban kiállították, már kérdezték, ki ez a valaki? Ez most kapsz a betyár, vagy ki ez? Tehát ki van itt a síralomházban? Hogyan? Jó, van egy kis gondolkodás, ráfér a társaságra. Tizenkét állatövi egy
teljes értékűen képviselve van, akkor ki van a síralomházban? Az emberiség. Tessék már ébredni. Az emberiség. Eltelik egy év, és erre pecsétet üt ez az idióta Bismarck. Nem tudom, érthető. Azóta ebbe rokkan bele az egész emberiség. Tehát igenis az emberiség van. Tehát ha mindegyiket megjelentem tökéletesen, úgy, hogy abból a problémát is érzem. Tehát megbillent szellemi egyensúly. Miért billent meg? Mert idegen, nem a saját fejéből jön. Nem a saját hagyományából. Egy ráerőltetett fekete eszmeiség. És az is megbillent. Tehát még azt sem képviseli tisztességesen. És akkor a másik, hogy a szűz igenis már tehetetlen, de teljesen beleszól. És ne felejtsük el, ha valakinek ilyen vállára borulok, majd meg fogja úszni, mert nem fogom megtenni, csak mondom. Ha vállára borulok, a váll mire való? Vállalás. Persze. Tehát azt hiszem lebénítja a vállalását. Nem tudja azt vállalni, hát ami a feladata lenne, hogy egy egyensúlyt biztosítson. És ne felejtsük el, itt azért, ha nem közvetlenül is, a bolygó tulajdonságot jelenik meg, azért azok ott vannak. Tehát a mérlegben otthon Vénusz van. Tehát a kiegyenlítő szeretet. Nem a bujaság, az a bikában van. De hát azt már én túragoztam itt az elején. Tehát a lényeg az, hogy persze ez nyilvánvalóan kicsit mutatósabb, de lényeg az, hogy na most ha erre valaki rátelepszik, mivel telepszik rá a szűz? Mindent beoszt, feloszt. Majd én megmondja, én jobban tudom. És miután számára a meghatározó az a ráció. Tudjuk, mi a ráció. Tehát még csak nem is a szellemiség, hanem annak egy derivátuma, egy származéka, a felosztó-beosztó, tehát empirikus tudásszerzést rendkívül precízen beosztó magatartás. Tehát ebből mi hiányzik? Hát a tudományos világ már ki is jelenti, a léleknek ebben semmi szerepe nem lehet. Tehát azt jelenti, egy lélek nélküli mechanizmus. Mit jelent? Itt egy program, itt egy végrehajtás. Semmi. Minek a lélek? Használ az özletben? Semmit. Hát akkor meg nincs is lélek. Nem tudom, érthető-e. Tehát na, rendkívül fontos. Na de ha én tudom, hogy itt van egy szoftver, itt meg egy hardware, hát akkor emberről beszélek? Ennek semmi köze az emberhez. Hát már bocsánatot kérek. Hát jelenleg óvodáskortól erre nevelik az emberiséget. Mindenütt. Tehát azt jelenti, hogy rögtön sikeres akarsz lenni, akkor felejtsd el, hogy van lelked. Hát mire tudod használni egy üzletben? Hát piac társadalomban élünk, hát ébredj már fel, nem tudom, ismerik-e. Tehát ez, és versenyszél, a versenyszélre, a verseny. Miért versenyezzek? Segíteni akarok rajta. Nem tudom, érthető. Miért versenyezzek? Tehát egy teljesen hibás fogalomrendszerben, hát hogyan vegetáltatják az emberiséget, és koptatják a lelkét. Egyrészt tagadják. Jó, akkor elmegy a templomba, és akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Templomba hány rétegűnek modellezik az ember? Kettő. Csak ott még hazudnak is. Mert ő azt mondja, hogy lélek és test. De a lélek nem lélek, az a spiritus. Ha megkérdem, latinul is mondja, akkor egyből megmondja, spiritus. De a spiritus az nem lelket jelent. Nem tudom, érthető-e. De szellemiség, testiség, ennyi van. És ha megkérdem, mi lesz a lélekkel? Hát tisztelendő úr, vagy tiszteletes úr. Mi lesz a lélekkel? Nem kell ezt firtani, már benne van a spiritusban. Tehát azt nem kell, tulajdonképpen szinonima. Ekkorát azért még egy politikus se hazudik. Hát hogy képzeled? És az a döbbenetes az egészben, hogy ez tulajdonképpen kötelező neki ezt a hazugságot elmondani, mind a kettőnek. Tehát a tiszteletes úrnak is, a tisztelendő úrnak is. Miért? Na, a reformáció ezen semmit nem javított. És 869-ben konstantinápolyi zsinaton, 11. kánonban kimondták, nincs trihotómia, tehát nincs három rétegű emberkép, aki azt hirdet innentől kezdve az eretnek, és innentől kezdve a legkülönbözőbb hát elbánásokat hozza magára. Dihotómia van, két rétegű az ember. Magyarul elindult a biorobotgyártás. Egyházi fennhatósággal. Teljesen egyértelmű, ennek semmi köze az emberhez. És ezek tények, tehát itt most nehogy már azt mondjuk, ezek rossz indulatú rágalom, mihez képest rágalom, ne tessék már mondani. Hát ezeknek dokumentumai vannak. Ez volt a 8. egyetemes zsinat. Tehát ez azt jelenti, ez a konstantinápolyi zsinat volt.
De ezt mindent tudunk róla. Hát megvan a pontos szövege ennek, hogy ennek a tilalomnak. Tehát itt nem lehet mellé beszélni, illetve hát lehetni lehet, csak nem érzek. No, követhető volt? Tehát egy rendkívül fontos tételről van szó. Lélektelenül, ha én megpróbálom az embert definiálni, akkor az nem az embernek lesz a definíciója. Tehát ez azt jelenti, hogy a jelenlegi társadalomra világszinten a lelketlenség a jellemző. Ha még nem alakult ki, megpróbálják a legváltozatosabb módszerekkel leszívni róla a lelket. Tehát ezek, én azt hittem, hogy ez sokkal köztudottabb. És még egy, nem kell ebbe belenyugodni. Nem kell. Hát én már réges-rég eretneknek számítok, csak még azt nem tudom, melyik vallás szerint. De most tényleg érdekeljen ez engem? Miért érdekeljen? Hát én akkor is segíteném őt, hogyha mint beteg vagy valaki itt lenne, és tudnék rajta segíteni. Engem nem érdekel, hogy ő neki mi a véleménye volna. Na, akkor mehetünk tovább. Mi a lényeg, kedves? Na most négy olyan képet, tehát 69-ben vagyunk, 70-ben kitör a botrány. Tehát onnan elindul egy olyan folyamat, ami máig tart, és ma sincs vége. Sőt, most nagyon erősen felerősödött. És a világ méretű. Tehát itt nem egy-két vagy két nemzet problémájára van szó. Na most a következő a sorrend. 5 éven belül 4 rendkívül fontos kép születik. Tehát lehet látni, hogy valami nagyon fontos lehet neki. Az első ugye a Síralomház, a második az a... Hú, de ki akartam mondani a címét, azt holnap részletezzük, az ma nem lesz terítéken, ez a... Asztal mellett ülnek. Olyan rossz itt az akusztika, ha én kimondom, akkor sem hallom. Tépést csinálok. Majd látni fogjuk, hogy mi a tép. Ezek így jönnek egymás után. Tehát tudni, bennem már a kompozíciója, nem a cím. Na, tehát a tépés, köszönöm szépen egyébként a kisegítést. A harmadik az az éjjeli csavargók, vagy éjféli csavargók. Mindig össze szokták téveszteni az éjjeli őrjárattal. De hát az Rembrandt is sokkal korábbi. De tényleg van egy hasonlóság a ráindulásban. Tehát ez az éjféli csavargók. És a negyedik pedig az állókház. Na most, ha azt mondom, hogy 5 év alatt hová jutott az emberiség? Hallani hátul? Hallani? Síralomházból hova? Zálokház. És ma hol van? Zálokházban. Köszönöm szépen. Tehát egy egészen rendkívüli dolog. Csak ehhez most az első és az utolsó stációt néztük meg. Közben még van kettő, mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van, de ezek majd holnap részleteződnek. Tehát most csak az elejét és végét. Na most nem tudom, érzethető el, a lényegi dologban semmi nem változott. Kicsit tágult. Ennyi. Tehát lefelé, zuhan. És hát jelenleg bizony ott vagyunk nyakig. De hát ezt majd holnap részletezzük. Mindegyik ezek közül tökéletesen adja a 12-ességet. Tehát nincs mese, az egész emberiségről szól, nem egy kiragadott részéről. És ugyanakkor rögtön lehet látni, mi a, most ebben a fázisban mi az igazi probléma. Ehhez mindig a főszereplőt kell először helyére tenni. Hát itt őt az utolsó előtti helyen tettünk, de miért? Mert nem olyan magától értető, de hát a többi az könnyebben azonosítható volt. De honnap már nem könnyítek a dolgon, ott én először is a vezetőt, tehát a főszereplőjét kell azonosítani, és akkor abban a pillanatban látjuk, hogy mi itt a fő probléma. És utána hát a harmadiknál is, hát ott nem nehéz, mert így jön velünk szembe, de hát ez az éjféli csavargóknál, és hát itt pedig, hát itt egyetlen szereplő néz velünk pontosan szembe. Milyen a kalapja? Cilinder. A cilinder kiknek volt a bankár, kifejezetten bankár. Jelenleg kik az urai a világnak? Ne hamarkodjuk el a választ, mert a bank önmagában nem sokat jelentene. És egyszerre alakul ki, mint ahogy azt említettem, ugye Matthias Grünewald, emlékszünk még a verjük Krisztust.
akkor ugyanakkor jelenik meg, tehát egyszer ez a bizonyos családi mafia két központtal Európában bankár. Innentől kezdve bankuralom mai napig, holnapi napig, egy darabig még eltart. De önmagában semmit nem érne. Mi jelent meg közvetlenül mellette? Szinte fej-fej mellett. Ha azt mondom Gutenberg, mire gondol? Média, nem tudom érteni. Milyen uralom van ma? De média uralom se érne sokat önmagába, ha nincs mögötte a bank. Egyszerre kéz a kézben, és jelenleg így kéz a kézben urai a világ. Legalábbis ők azt hiszik. Tehát világi szinten. Nem tudom, értetően. De hát egyik se érne sokat önmagában. Mert a médiának mi a szerepe? Hogy elhiggyem, hogy mint magyar nem is létezem, mert ilyen, hogy magyar nincs is, de ha mégiscsak, akkor szégyeljem magam. Miért nem? Azt naponta újra fogalmazzák. Tehát az a lényeg, hogy szégyeld magad. Hogyha így, hogy szégyen már unod, vagy esetleg feltűnik, hogy ez már nagyon-nagyon javasolt dolog, akkor szorongjál, mert akkor még nem is tudod, hogy miért kell neked szégyelni magad. Szorongok, hogy mondja már meg, hadd szégyeljen magam, arról tényleg, nem tudom, érthetően. Tehát, szóval, hogy ez a tudatmosás, ez teljesen egyértelmű, tehát a média nélkül semmit nem érne a bankuralom. Hát két perc alatt rájönnék, hogy átver a bank. Hát mi a fenének adjam be oda a pénzem? Hát annak adom oda, aki rászorul. Hát nem tudom, érthetően, miért adjam be a bank? De addig-addig dolgozzák az agyamat, hogy elkerülhetetlennek tekintem. És a legnagyobb jónak, ami elérhető. Tehát mondom, ezeket, és egyszerre jönnek elő a földből. Tehát ez mind 1500-as évek, tehát évszámhoz lehet kötni. Na ez a könyv, amit ide elhozott barátunk, ez a Parazitus színre lép, hát ez a Parazitus. Erről szól a könyv. De adatokkal, egész pontos adatokkal. Mert hát itt Bornemisza Péter ennek a kornak a gyermeke, és így dolgozza át az ókori témát. És ő is ugyanezzel a rendszerrel. Tehát azt jelenti, hogy megvan Szofoklésznek ugye az Elektrája, és az ókorban egyértelmű volt, a hétbolygó rendszerre írják a cselekményt. Tehát föl lehet fedezni, melyik. És ő pedig fejreállítja a cselekményt, tehát teljesen megfordítja, bizonyos szövegrészeket használ, többit egyáltalán nem, átírja, és behoz egy új szereplőt. Ki az? Parazitus. Ennyit erről. Miért? Hát azért, mert ebben a korban és innen egyfolytában Parazitus lett a hangadó. Ennyi. Tehát egy zseniről van szó Bornemisza Péter esetében. Tanítják? Dehogy tanítják. Azt híresztelik róla, hogy lefordította Szofoklész. Dehogy fordította. Teljesen más a szerkezete. Na, ennyit erről. Akkor most menjünk tovább, mert azért valamit még szeretnének, gondolom, Munkácsiból is. Na most egészen döbbenetes a Munkácsi és a közönség kapcsolatának a története. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen aki valami teremtő munkát végez ma, ez mind napról napra átéli. Ez egészen döbbenetes. De miről van szó? Hát ezt, tehát az előzőt, a síralomházat, hát ezt mondjuk értelmezni, ehhez nem kell egy rendkívüli intelligencia. És azért egy átlag, mondjuk köznépi tudás akkoriban, hát erről beszélgettünk itt útközben, hát ebben benne volt az állatöv. Benne volt. Hát én nagyon jól emlékszem, ezt egyébként írom is a könyvben, hogy amikor először hallottam erről, hogy állatöv, az egyetem első évében volt, és semmi részletezés nem volt. Csak ennyi, hogy talán így, hogy zodiákos. És hazamentem, és bár senki a családban soha nem asztrologizált. És emlékszem, még a konyhában volt, mert minden apám, anyám, és akkor mondtam, hogy nem hallottam, hogy mi ez a zodiákus. És egymás szavába vágva nekem, antik vers mértékben mondták, Kosbika, kettős, rák az orosztán, és a ratószűz, mérleg után orvos, nyilas és bakkont a halakkal. De benne volt a levegőben. De egyiknek se volt szakmája. Tehát egyszerűen egy alap tudáshoz tartozott. Miért? Hát mert ebben élünk. Ez nem egy kötény, vagy egy trikó, amit fölveszek meg, amikor már meleg van, leteszem. Hát ebbe születünk bele. És ha én tudom, hogy ez nem csillagképek együttese, elsődleges jelentés nem az, hanem a jónak a rosszhoz való folyamatos változás. Tehát átélem. Hát napról napra élem át. És akkor nekem arra kell vigyázni, hogy amikor a rossz esélyei
megnőnek, én ne legyek ezzel párhuzamosan sokkal rosszabb. Mert akkor párhuzamosan én most vele magamból is mondhatnám ki a rosszat egyre inkább. Nem, nem. De tudni kell róla, hogy most ennek az esélye megnő. Miért? Egyre hidegebb van, egyre szűkebb a tér körülöttünk, hát egyre inkább egymás rovására tudunk csak érvényesülni. Tehát nincs elég nekem, majd kieszem az ő táljából. Nem tudom, értető. Tehát innentől a sötétség kezd dominálni, és a vele kapcsolatos tulajdonság. Na most, most ilyenkor mit csinál az ember, amikor látja, hogy díjaztak? Tehát nem, azt se tudom mondani, hogy hát nem vették észre, én most nyomor. Dehogy nyomor, hát itt van az arany érem. Kettőt adnak összesen, egyiket mindjárt, ez a taknyos kölyök majdnem. Hát még el se indult a pályáján. Hát még tulajdonképp a tanuló éveiben van, és akkor a műtermében már fölkeresik és megvásárolják. És ráadásul nagy pénzért, óriás. Mert ő egyszer mond egy ilyen összeget. Az, hogy úgyse fogják megvenni. És megveszik. Azért az összegért. Honnan tudjuk? Hát mert megírja a patrónusának, a Ligeti Antalnak. Tehát hazaírja. Tehát saját szövegeiből ismerjük a történetet. Tehát az első ilyen közlést tényleg nem panaszkodhat. Hát végül is úgy tűnik, hogy befutott. És senki nem azért dicséri, amit ő akar vele mondani. Nem tudom, érthető. Hát ebben bele lehet balafulni. Tehát senki. Hát nem tudom, érthető, hogy én most mondanám, hogy talpra magyar, híja haza, és akkor mondjuk, che bella voce. Milyen szép hang. Nem tudom, érthető. Ez teljesen más miatt. És akkor díjazom is a hangja miatt. Vagy azt mondja, hogy milyen jól köti a nyakkendőt. Nem erről van szó. Megkapta a dicséretet, vagy nem kapta? Szóval nem lehet. És akkor utána jön egy következő, ha ez nektek túl magas, akkor most én kis tételekben fogom adni. És döbbenetes, hogy türelmesen, szépen. Tessék megmondani, ez egyik legismertebb. Van olyan kollega, tehát már meghalt, de egy nagyon jó Munkácsi kutató volt. Szerinte ő ezt a képét szerette legjobban. Tehát mintha ez a búcsúzkodás című képe. Ebben az 5 évben készül. Tehát itt minden az 5 éven belül zajlik. Tehát 69-hez adjanak hozzá 5 évet. És akkor mi történik? Ez egy teljesen csendes, kettős, amiben semmi másról nem esik szó, mint arról, hogy ismerjétek föl már, ez az ikrek, ez így viselkedik. Tehát mindent a másikért. És ez egy ilyen csendes, szomorú együtt. Miért szomorú? Mert nem a mi időnk van. Nem a mi időnk van. Ezt tudomásul kell venni. Miért? Hát mert a magyarnak, ha a szellemisége nyilas típusú, a testisége ikrek, tessék parancsolni. Elvileg így kéne élni. Csak a másikért csendben. Csendben. Nem nagy dobra verve. Nem az, hogy jó van, én most érted él, de akkor jöjjön az ATV, és akkor közvetítse. Először is pont az ATV nem fog jönni, de a másik pedig, hogy hát nem fog jönni. Abban a pillanatban már ez nullázódott, ez már nem erény. Tehát ez nem a Rivalda fénynek szól. És az a csendes szomorúság, hogy igen, tudjuk, mi egy kicsit már idősek vagyunk, de van remény, van remény. Tehát nem kell siránkozni. Lehet, hogy mi nem, de a következő nemzedékvel azt követő igenis meg fogja. Az a lényeg, hogy mi ezt az egymás segítést csendben, nyugodtan csináljuk. És annyira, szóval tényleg gyönyörű, olyan hangulata van a képnek, hogyha az ember ugye elé áll, és akkor egyszerűen nem kell ezt így szöveggel megmagyarázni magunknak, hanem hogy érezzük, hát itt most rólunk van szó, teljesen egyértelmű. És az iker, tehát magáról az iker tulajdonság, mert itt nehéz félreérteni. Tehát ezt tényleg nagyon nehéz félreérteni. Na akkor kérem a következőt. Még ugyanitt, ezek nagyon fontos képek, tehát én nem mellékes képeket mutatok be, hanem ha egyáltalán 10 képet most a 4-en kívül 10-et kiválaszt valaki, ezek benne lesznek. Tehát tényleg a főműnek. Hát a Rőzsehordó asszony. A Rőzsehordó asszonynál megint egy tisztább képjelet nagyon nehéz megfogalmazni. Ha valaki egy ennyit ismer a népmeségből. Hát azt tudja, hogy ezen kell segíteni. Ezen nagy bajok vannak a Rőzsehordó. Az öreg asszony, aki hozza a rőzsét. A hős nem segít neki, egyáltalán nem veszi észre, hogy ezen segíteni kell.
soha nem fogja megtalálni. Még azt se, hogy mi a célja az életben. Nem, hogy azt elérni. Na most, ha én a hátamra kötök ilyen párhuzamos botocskákat, akkor annak akár akarom, akár nem, szárny képzete lesz. Szárny képzet. Megvan benne még az is, amivel lekötöm, tehát ez az, amiből elindul a szárny, ugye ez a rész, és utána hát ezek párhuzamos vonalak. Tehát ez azt jelenti, hogy földhöz ragadt a szűz tulajdonság, nem tud már emelkedni. Holott az volna az egyik feladat, hogy emeljen. Tehát szellemi értelemben, de emeljen. Nem, földhöz ragadt. Na most ezen nem sajnálkozni kell, nem cikizni kell őt, meg nem sínfelni őt, csupa szép magyar szó, hanem segíteni rajta. Ennyi. És lehet, nem igaz, hogy nem lehet. Tehát azért döbbenetes a dolog, mert az ember azt gondolja, hogy ez tulajdonképpen egy primitív munkógyerek volt ez a munkács. Hát ez egy asztalosnak tanult, nem is volt igazán jó képzés, na itt már hazudunk, mert nagyon jó képzése volt. Tehát Bécsbe kezdte, utána Münchenbe folytatta, még Párizsban is volt. Tehát azért ezt nem mondjuk rá, hogy munkó volt, és nagyon jól is tanult. Tehát megtanulta, amit mesterségben meg lehetett tanulni, de azért, hát azért ő megmaradt egy asztalosnak ilyen, hogy mondjam, plebejus szemlélet, ugye nagyon jól hangzott vala, mondjuk egy 30 évvel ezelőtt. Plebejus szemlélet. Tehát magyarul egy primitív állat volt. De hát szó sincs róla, rendkívüli mélységig tudta az embert, és hát magát a közeget is, tehát amiben az ember él a 19. század második felében. És tulajdonképpen ez a tartás, ez egyáltalán nem az ellenszembes tartása a szűznek. Tehát látjuk, hogy mit takar ki. Hát itt ezzel a résszel a két keblet, ezzel meg hát azt, ami azért mégiscsak hozzátartozik. Tehát, de mint szűz nem használhatja. Nem lehet félreérteni. És ugyanakkor szomorú. Miért? Mert mi meg idióták vagyunk. Tehát még mindig azt hiszük, hogy ő ellenség. Nem ellenség. Rászorul. Hát a mesében soha nem cikizi a mesehős, soha nem, hogy mondjam, jó magyar szó meg is infeli, ugye ez jó? Tehát soha nem akadékoskodik vele. Fölismeri, segít rajta, ennyi. Meg is találja a célját. Mert azért a szűznek, ha jó fokozatban működik, nagyon fontos a szerepe. Ne felejtsük el, hogy azért a tájékozódást egy bizonyos tóligon belül, ami racionálisan lehet tájékozódni, ennek ő a felelőse. És ebben ő tényleg nagyon jó. És azért elég széles az a tólig, amiben a számosságok, a beosztások, tehát ami az empirikus jellegű részletről részletre arra szolgató tudásszerzés, az nagyon messzire el tud vinni. Csak nehogy ma azt higgyük, hogy ez bármilyen tekintetben teljességig fog el, nem volt. De közelíteni határtalanul lehet a teljesség felé. Csak közelíteni. De azt lehet. Tehát egyáltalán nem felesleges, és egyáltalán nem dorgálásra méltó. Most nagyon finoman akarom magam kifejezni. Jó, menjünk akkor tovább. Úgy van. És akkor eljön egy olyan időszak az életében, amit megint lehet simfelni, most már a szót használva, amikor én először hallottam Munkácsiról, tehát még az egyetemi években, nagyon keveset beszéltek róla, ezt is rögtön hozzáteszem, tehát én 62-ben végeztem, tehát a diplomám 62-ből szól, és legkésőbb, ugye 61-ben lehetett Munkácsiról szó. De féltek tőle. Nem lehetett tudni, 61 már olyan volt, hogy nem lehetett tudni, hogy most akkor Derkovics a mi zászlónk, vagy Munkácsi a mi zászlónk. Nem tudom, értető-e. Mert korábban, tehát 56 előtt Derkovics csúnya, hogy mondták ezt, hogy formalista volt. És aztán 56 után egyszer fölfedezték, de hát az a mi emberünk, sőt, ő az igazán a mi emberünk, és akkor hát ez természetesen modernet nem modern, korszerű. Nem tudom, emlékszünk-e. Modern, csúnya, korszerű, jó. Tehát amit itt hazudni lehetett, és tekerni, és csavarni, és minden bevondomba. Na most a helyzet az, hogy miután nagyon föl volt tunkolva Munkácsi, mondjuk 56 előtt, óriási kiállítása volt a Műcsarnokban, emlékszem rá, és akkor nagyon-nagyon be volt vezetve, akkor ezek rossz pontokat kaptak. Tehát a vallási képek, azt felejtsük el,
az egy, hogy hívják, egy Seidenmayer volt akkor már, amikor ezek készültek, ez a menedzsere. Hát ez a menedzsernek volt az ötlete, a kornak volt a divatja, vallásos, felejtsük el. Még mit kellett elfelejteni? El kellett felejteni szalonképeket, amikből itt gyönyörű darabok vannak a kiállítás. Egy egészen gyönyörű darab. Hát ez ember nem ért, most miért kell elfelejteni? Hát miért egy Renoir mit festett? Szalonképeket. Hát miért, ne szórakozzanak már velünk. És csodálatosan. Tehát ha nézi az ember, hát tényleg csámcsogok előtte, annyira kiválóan van megfestve. És hát ennek a kornak ez volt a szemlélete. Hát egyetlen francia nem volt, aki a gyarmatosításnak a megkínzott belszülötteiről festett volna. Ki volt az? Senki. Tehát ez volt a téma, pont azért, hogy elterelje a figyelmet ezekről az aljasságokról. Tehát lényeg az, hogy nagyon is, ezeket úgy szépen félretették. Nagyon lehetett beszélni a síralomházról, nagyon lehetett hát arról a bizonyos négyről, de úgy, mint a plebejus szemléletnek, tehát egy kritikai realistának a igazi nagy teljesítményei. És aztán megint jött ugye a honfoglalás, azt elfelejteni. Az nacionalizmus, hát akkor még nem volt ilyen, hogy rasszizmus, de nacionalizmus, és akkor azt el kell felejteni. És akkor maradt az ember, nézte az ember előbb-utóbb a tenyét, maradt még ebben egy kis munkácsi? Hát már alig van. Tehát, hogy lehet megrostálni politikai szempontok szerint. És ezt aránylag későn kell, vagy lehetett egyáltalán beszélni róla. Hogy hát ezek azért ne haragudjon a világ, ezek remek művek. Tehát itt nem arról van szó, hogy nekem az ideológiája az tetszik, vagy nem tetszik. Egyébként ez egyáltalán nem ideológikus kép. Tehát az volt a döbbenet, hogy a legnagyobb vallási villongások kellős közepén született, Párizsban, tehát ahol az úgynevezett ultramontánok, és hát tehát akik a pápai hát hatáskört tekintették meghatározva, meg Franciaország, ne felejtsük el, elvileg azért mégiscsak katolikus ország volt még akkor. De hát már Bismarcknek például óriási hatása volt, tehát az evangélium, mert ugye az alpoktól északra elsősorban nem a református vallás, hanem a luteránus, tehát az evangélikus terjedt el. És hát azoknak is hát nagy képviselőik voltak. És hát a szabad elműeknek, ne felejtsük el, Renánnak például. Hát járt a munkácséknak a péntek esti szalonjaira, hát amit a felesége rendezett. Tehát ott volt a krémia az akkori értelmiségnek. És hát ezek keményen egymás ellen voltak, csak hát egy szalomba ugye nem illik nagyon pofoszkodni, de azért ott mennek a kemény kis fúrások egymás ellen. És az volt a döbbenetes, hogy ezt a képet egyik oldalról se fúrta senki. Mind a kettő a legnagyobb tisztelete azonnal elfogadta. Tehát valami olyat sikerült megfognia, ami, hogy is mondjam csak, hát ami Jézus Krisztusban tényleg az isteni és emberi tökéletes egységét tudta megjeleníteni. Ami racionálisan egy teljes ellentmondás. Sőt, mindjárt a logika, a formai logika első tételét tagadja. Hogy lehet valami egyszerre, vagy valaki egyszerre Isten is, meg ember is? Hát úgy, hogy itt megszűnt a formálogika. Itt most túlléptünk rajta. És azért az is világám, nehogy azt itt, hogy ott, ahol befejeződött a formálogika, ott vége a világnak. Hát ott kezdődik csak az igazi. Hát hogy képzelette azt? Tehát te most ragaszkodsz ahhoz, hogy ez az azonosság törvénye, ugye ez az első számú törvénye a logikának. Ha valaki logikát tanult, azt tudja, ez az azonosság törvény. Ugyanabban vonatkozásban valami nem lehet fehér is, meg fekete is, vagy igen is, meg nem is. Ez az első tétel. Hát itt pedig, ha a fiúról beszélek, egyszerre Isten is ember is, ha az atyáról, akkor egyszerre egyetemes is, személyes is. Hát hogy tudnék hozzá imádkozni, ha nem lenne személyes? De hogy lenne mindenható, hogyha nem lenne egyetemes? Nem tudom, érthető-e? Nem lehet rációval befogni. Nem abban a skatujában van. És a harmadik a szűzanya. Hogy lehet valaki egyszerre szűz is, meg anyja is? Látjátok keresztény, milyen hülyék vagytok. Nem tudom, érthető-e? Mert ez a hivatalos szöveg. Hát ha valaki a ráció irányából indul, nem tud más eredményre jutni. Csak erre. És akkor valaki megfog valamit képben, és annak olyan szuggesztív hatása, hogy egyszer elfelejti a rációt. És teljes emberségével rá tud hangolni. És látja, hogy ez egy idétlenség. Hát itt nem ilyen kérdéseket kell föltenni. Tehát mindkét értelemben jelen van.
Hát például, amikor átvitték aztán az óceánon, már akkor kettő megvolt ezek közül. És mind alatt, tehát a Golgota is. Átvitték az óceánon, és ott kiállít, ez a Sedlmeyer vitte át. Nagyon jó menedzser volt egyébként. És akkor abban a pillanatban, az első ottani kiállításon már meg akarták venni, és olyan valaki akarta megvenni, azt mondta, ennek a tiszteletére azonnal elkezdi építeni a templomot. Tehát ennek a tiszteletére templomot. Ezek dokumentumok, tehát ez nem feltételezés. Tehát olyan mértékű volt a hatása. Na most ez egy dél-amerikai volt, tehát mondjuk őtől le azt várta volna az ember, hogy egy nagyon katolikus szemléletet vár. Hát ez nem nagyon katolikus, ez nagyon emberi. És mégis felfedezte benne, elfogadta benne, és a legteljesebb katolikus közegben erre egy külön templomot épített volna. Tehát, hogy érzékeljük, itt olyan mélységek szólalnak meg, ami egyszerűen elsöpri ezeket a mesterségesen szított ellentéteket. Na most, hát gondolom, hogy egy-két dolgot azonnal fölismerünk, hát holnap ezeket szépen be is jelölöm. Hát erről gondolom, hogy nem nehéz rájönni. Hát ebben a közegben, és ne felejtsük, itt egy nagyon fontos tételről van szó. Ez a feltámadás jele, tehát ez a kosnak a jele. Ráadásul fehérből indul el, pedig zsidó, vigyázat. Nem tudom, értető. Tehát ő neki a szövege lehet, hogy ellene szólna Krisztusnak, azt nem halljuk. De hogy bennük is bennük van, igenis a feltámadás igénye és annak üdvözlése, ezt meg ne tessék elfelejteni. Tehát Munkácsit megvádolták antiszemitizmussal, de nem Párizsban, hanem Budapesten. Megvádolták hírlapi írásban. Tehát, hogy érthető legyen, és éppen ennek a bemutatásakor, mert ezek a figurák, akik itt megjelennek, hát majd ezeket részletezzük valószínűleg, ezek, hát ezek mondták, hogy ilyen ronda nincsen. És ő tudta igazolni, hogy bocsánatot kérek, ez mind azonosítható szereplő. Tehát én az utcáról hívtam be őket. Tehát itt nem arról van szó, hát a fényképek se véletlenül készültek. Hogy mi az, hogy antiszemit? Mi az? Itt van orrod előtt, tessék. És ki mondta, hogy attól valaki csúnya, attól nem lehet jó? Nem tudom, értető-e. Tehát itt szó sincs semmiféle antiról. Vagy Tóniról, vagy nem tudom, minek nevezni. Tehát, de már akkor ez a mocskolódás elindult. Tehát már számítani kellett rá, hogy valaki igazolni tudja magát. Hogy gyerekek, hát ne szórakozzatok már. Hát azzal, hogy én megidézek dolgokat, amik léteznek. Hát miért mondod, hogy te leplez már engem, hogy én magyar vagyok? Nem tudom, érthető. Hát mit szórakozol azzal? Hogy én most kimondtam, hogy te meg zsidó vagy. Most miért kell ezt tömegsértődni? Na most minden esetre itt két fehér van, és ezt értjük is. Tehát itt azt jelenti, hogy az igazságképviselő, itt nincs mese. Tehát ő neki ebben, ha én azt akarom, hogy Krisztus fölénye kialakuljon, nem lehet sötét. Miért? Mert sötétet egy Isten fiúnak nem nagy vicc legyőzni. Nem tudom, érthető. Tehát egy elképesztően finom arányérzék, és az arányérzék az az erkölcs szintjén is. Tehát itt nem arról van szó, hogy Pilátus az egy rohadt szemétláda, miért? Mert elítélte Krisztust. Tehát először is tudjuk, hogy miért ítélte el. Azt is tudjuk, hogy meg akarta menteni. És azt is tudjuk, hogy Jézus nem segített neki ebben. Nem segített. És nem azért nem segített, mert na látod, milyen szemétláda, vagy el fogsz te ítélni, én tudom, el fogsz ítélni. Nem ezért. Hát ő megváltónak jött. Hát ha itt most tényleg nem áldozzák fel, akkor mi van a megváltása? Nem tudom, érthetően. Tehát ez egy vállalt sors. És akkor nem kihasználom, hogy megingott a bíró, és akkor én isteni erőmmel arra fogom majd kényszeríteni, hogy akkor fölmentsem. Vége a feladatomnak. Akkor semmit nem teljesítettem belőle. Tehát ez egy vállalt feladat. Ha lehetséges, mondja ő kicsit korábban ugye a Getsemáné kertbe, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. És akkor egy pillanatig, hát így hajszálon múlik az öt történet. Mi van, ha az atya azt mondja, hogy fiam, belátom, tényleg túl nehéz volt a feladat. Tényleg, jó van, elmúlt a pohár, viszont lát, gyere vissza. Mi van akkor? Tehát itt vigyázat, mert nagyon fontos, hogy ezeket a rendkívül fontos pillanatokat tényleg próbáljuk már átélni. Hogy egy hajszálon múlott.
És minden esetre itt most kétféle tisztaság áll szembe egymással, de mind a kettő ebben a szituációban tiszta. És ne felejtsük el, a felesége meg is álmodja Pilátusnak, hogy itt egy igaz emberről van szó. Tehát óriási a kísértés, hogy tényleg fölmentse, fel is akarja menteni. Tehát a lényeg az, hogy nem itt vannak a gondok. Ott vannak, és itt van az, hogy az ember azt mondja a munkásnak, hogy te ide figyelj, most tényleg vigyázzál. Mert ha azok, akik halálra adták, azok csak zsidók, és mind fekete, akkor viszont tényleg van benned valami. Tehát akkor tudnék, nem tételezett föl, hogy ott is ott volt a fehér. Nem tudom, értető. És ráadásul az a fehér, amelyik feltámadásban tudott fogalmazni. Tehát magyarul abban hinni kellett. Szóval a zsidó vallásban nincs szó feltámadásra, azt gondolom tudjuk. Na igen, de mindig van olyan, aki még lélekből el tud indulni. És ha fehér a lelke, tessék megnézni, hát akkor bizony. Tehát ez a mozdulat, ez Jézus mellett szól. És ettől lett egyensúlyos a dolog. Nem tudom, követhető-e, mert ez egy rendkívül fontos tétel. Tehát ő nem azzal a kettősséggel indul, hogy valami vagy jó, vagy rossz. Hanem abban, hogy a legnagyobb rossz mélyén is ott van a jó, és ha én alkalmat adok neki, erről pont ma beszélgettünk. Ha alkalmat adok neki, az kijön. Hát tegnap egy gyógyítónál voltam, el volt keseredve, hogy mennyi a rossz ember. Ugyanakkor gyógyított. Hát, és mondom neki, hogy egyáltalán nem értek egyet vele. Hanem csak arról van szó, hogy milyen mélyen rejtőzik benne a jóság. És ha tudok hozzászólni, a jóság... Ki akar jönni? Akar jönni. Nem így van, hogy én akarom, hogy jöjjön ki. Akar. Tehát semmi egy alkalmat ad neki az ember, és szinte árad kifelé. És nem azért, mert ő nekem tetszik, vagy én tetszem neki, egyáltalán tetszem neki. Tehát egy annyira alapkérdésről van szó. Na de hogy ezt ő festőileg, tehát úgy, hogy a festészet eszközeivel ennyire direkt módon ki tudja fejlni, hát azt mondom, hogy Mihály bátyám, leborulok a nemzetnagyság előtt. Tehát tényleg egy egészen rendkívül valakiről van szó. Egyébként ez is olyan jelenség lesz, amivel találkozni fogunk a továbbiakban. De ezt már csak holnap. Na most ennek a további elemzése az aránylag a egyszerűbb lesz. Most már sajnos kell néznem az órát. Tehát 8 órát, Jézus Mária. 7 percünk van 8 óráig. Hát itt folytatjuk. Mert ez egy nagyon fontos tétel. Viszont tényleg el kell hagyni, mert eztán kiseprűznek bennünket. Igen, hallom ott onnan, igen. Jó, hát akkor jó. Alvást és túlélést kívánok.